Jó reggelt! Kezdjük, igen. Birok Krisztál a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és akinek nagyon örülünk, önnek is. Ebből már nem lehet jól nem. Na majd csak ezt figyelj, hogy milyen jó kijövünk ebből. Mert hogy itt van velünk Aláivója, és jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. És azért, mert mi 1000 éve ismerjük egymást még a TV2-ben, és mondtam az Ibolyának, hogy itt, pedig már nagyon régóta dolgozom itt, sok a körömére persze természetesen, de itt még nem találkoztunk. Valóban nem. De gyere legközelebb is. De a beszélgetésünk apropója az a Női posta. Egy nagyon különleges színház koncert, és azt kérdeztem a Krisztától, hogy ez a te ötleted volt elsőként? Nem. Presser Gábor és Ibolya hosszú éveken keresztül dolgoztak egy CD-könyvvel, aminek az a címe, hogy Voltam Ibojka. És miközben készült a CD-könyv, közben Gábor egyfolytában gondolkodott azon, hogy ez színpadra kívánkozik, amire én mindig bólogattam, hogy igen, ez így van, és akkor tulajdonképpen ő találta ki a címet is, ami roppant inspiráló volt, illetve azt is, hogy ezt én szerkesszem, írjam, rendezzem meg, és így. Női posta, akkor ebben a szerepben láthatunk a színpadon, ezek szerint? Igen, igen. Mit kell róla tudni? Hogyan képzeljük el? Mi zajlik a Női postán? Húha! Azt kell tudni róla, hogy nagyon-nagyon nehéz darab, viszont csodálatos. Különböző színészek mondanak fel hangos leveleket. Azokat a dalokról még csak annyit, hogy hát nagyon klassz kortárs költőknek a verseik vannak megzenésítve, ugye? De hát meg van egy nem kortárs is, Szépernő, igen, de alapvetően, igen. Alapvetően kortárs. Igen. És te most ott színészként látunk? Bocsánat, Robit, beleszóltam. Vannak prózai részek, hála Istennek kevés. Inkább arc, inkább játék van, tehát... Azokat a leveleket, amiket felolvasnak, azokat meg kell tudnom érteni, tudnom kell reagálni rá érzelemmel, és rengeteg dal, tehát 22 dal hangzik el. 23. 23, igen. Az a lényeg, hogy ezek különböző szépirodalmi szövegek, van köztük Örkény, szintén Szépernő, Rejtő Jenő, Lesznai Anna, Karádi Katalin is van, és... Ezek olyan ez az egész, mint egy ilyen mennyei szívpanasziroda, ahol igen. Ibolya a tisztviselő, aki meghallgatja azokat, akik ide írnak magukról, és ugyan megoldást nem kínál, valamit lenyeltem. Nem baj, addig így nyugodtan. Addig azért elmondom, hogy maga Presser Gábor is egyébként elmondta így a darabbal kapcsolatosan, vagy az albumról, hogy Ibolyka mindenféle szöveget énekel, mond, és előhozza mindenféle nők mindenféle dolgait. Tehát ezt körülbelül úgy képzeljük el, mint hogyha tényleg az ember leveleket bontogatna fel. Különböző sorsok. Igen. Emberi sorsokról beszélünk. Igen, meg. Igen. Ezt halljuk ilyen kvázi narrát, tehát valaki igen. ezt felolvas. Bodor Tamás, Pogány Judit, Polgár Csaba, Nagy Pál Gábor. Ők olvasnak a leveleket. Igen, tehát... és erre válaszolsz, Ibolya? Mire? Válaszolsz a levelekre? Tehát, hogy van valami... Én inkább reagálok rá, és más, hát felolvasok például az első részben, felolvasom az egyik dalnak a ne bánts el, szeretnék valamennyi sokat élni veled, tehát ilyen dolgokat. Reagálok a levelekre. Igen. Olyan, mint hogyha inspirálódna, mint hogyha ezeknek az embereknek a sorsából eszébe jutna az, hogy erre hogyan lehet válaszolni igen. dalban. És így fűződik össze, mint egy patchwork aha. takaró. A kettő együtt. Aha. Igen. Igen. És milyen jellegű, hogy ezek a történeteket mi táplálja, mikről szólnak, drámai hangvételű történetekről van szó, családokkal, emberekkel, emberi sorsokkal. Általában párkapcsolatokról van benne szó, és nem feltétlenül humoros az előadás, tehát ez nem egy pogózós koncert. Tehát inkább ilyen drámai. Hát igen, minden, tehát hogy mondjam, ezek a kapcsolatokban rejlő nehézségek. Komikus, de nem is feltétlenül tragikus, lehet rajta nevetni is, mint az már többször kiderült. Kicsit olyan, mint amikor az ember egyszerre sír és nevet. Igen. Igen. Ilyen színpadon állni, sokáig nem láttunk, vagy ilyen szerepben nem feltétlenül voltál látható. Hát először rettegtem tőle. Igen, mert azért kiestem a a történetben azért másfél évig semmi nem volt, de én rájöttem, hogy nagyon-nagyon élvezem, és biztonságban érzem magam fönt, és hiányzott már nagyon. Igen. Hát úgy képzeljük el, hogy visszamentél, és ez csak az volt, hogy hazaérkeztem, tehát ez a megnyugvás, nem? Nem, először az a félelem volt. Nem tudtam, meg az a... nem igazán tudtam, hogy én ezt meg tudom-e csinálni, tehát voltak ilyen érzéseim, félelem. Mi segített, tehát, vagy ki segített? Az segített átlendülni a dolgon, hogy leültem, és elkezdtem bemagolni a dalok szövegét. És elkezdtem utána nagyon-nagyon sokszor meghallgatni magát, a hanganyagot, és értelmezni, és ez az, ami segített. No, még annyi időnk azért marad, gyorsan mondjuk el, hogy a dátum az november 29-e. És december 11-e. És december 11, és a helyszín az pedig a MARCZIbányi Művelődési Központ. Női posta. Elmondhatom, igen, hogy ezért a drága Krisztánnak sem volt egyszerű dolga, mert Pici bácsi azt kérte Krisztától, hogy nem szabad, hogy játszon. Emlékszel? És azért így nehéz, így. Tehát, hogy nem akarta, hogy nagy ilyen színésznő. Nem nagy színésznőt álmodott meg oda általad, hanem azt, aki csak a zenével reagál erre. Igen. És azért nagyon tetszett, ahogy ő Kriszta elmagyarázta mindig, hogy mi többször is elemeztük azt a levelet, meg kell, hogy értem, mert nem egy egyszerű, nehéz. Nagyon köszönjük, úgyhogy várjuk szeretettel. Köszönjük szépen.